Akkor hadd mondjam el, és talán majd meg lehet mutatni a lapokat. Az első lap a világkártyája, erre szoktuk mondani, hogy ez az aduász, mert aki ezt húzza, az megtalálja a helyét a világban. Nyilván azt is... Már nyugdíjasként, megtalálva meg a nyugdíjas klubot. Ezt most egy évre, tehát ez most erre az évre volt a kérdés. Tehát ebben az évben megtalálod a helyed a világban, mégpedig nagyon érdekes kártya jött ki. Mi az? Ez a végítélet kártyája a 20-as, gondoljunk el, most az a 2020 van, és ez a, igen, ezt akartam mondani, hogy ez az újjászületés kártyája, tehát rögtön azt mondja, hogy megtalálja a helyét a világba egy újjászületés által, és ami még nagyon érdekes, én vegyesen húzattam, tehát nem csak a nagy árkánumokból, hanem a kis árkánumokból is, és a botok 4-es kis árkánum, ami azt mondja, hogy gyógyulást hoz, tehát a mostani problémáid megból kigyógyulsz, a négy művészetek által, ezt nagyon szeretem Kazalá Remélnek ezt a kártyáját, ami arra utal, hogy valamilyen művészi dologra hozza a gyógyulást a mostani helyzetből, és én egy kicsit csalni is szoktam, és össze is adom a kártyákat, hogy egy quintessenciát hozzak. 21, az, mint sose tudok jól összeadni, ugye numerológusként, 41, meg 4 az 45, és a 4 meg 5 az 9. És ez, a 9-es, és megmondom összesen, egy picit csaltam, mert azért egy rövid numerológiai piramist felállítottam erre az évre. És ott is az jött ki feladatnak, hogy a 9-es, ami azt jelenti, hogy le kell zárni, ugye a 9-es a lezáró időszak, vagyis hogy megtalálod a helyed a világban, újjászületsz a négy művészetek által, amiben akár a spirituális művészetek is vannak, de akár tévé is van, de a 9-es mégis azt jelenti, hogy le kell zárni egy szakaszt az életedben, és egy újjászületést kell tenni, és még nem látod pontosan ebben a pillanatban az utat, hiszen a 9-es a remete lapja, ami azt mondja, hogy bölcsek vagyunk, de nem biztos, hogy a saját utamat látom. A remete, aki világít a lámpásával, és visz más embereket az úton, arra képes, de nem biztos, hogy a saját útját is látja. Úgyhogy egy kicsit most ilyen helyzetben vagy, de azt tudom mondani összességében, hogy ha valakinek a világkártyája kijön, azért az az aduász, tehát azért ott nagyon, nagyon helyén leszel. Egy kicsit ez az újjászületés, ez egy ilyen spirituális rugásnak szoktam mondani, tehát hogy időnként kapunk az élettől egy olyan rugást, hogy most nem ez az irány, hanem most egy picit más irányba kell menni. Nem is rugásnak nevezném, hanem nem, azt... egy kis pofon, legyítés, hogy a helyére ami... pofozza az élet az embert. Most azt másik a helye. Abban is van egy kis negativizmus. Azt mondom, hogy maximum olyasmi történik, ami adott másodpercben nem igen, tetszik, de pontosan. Hosszú távon emberi javát szolgálja, csak így lehet fejlődni. Én mindig azt szoktam mondani, hogy a kudarcai viszik előre az embert. És visszafelé nézve azt mondom, hogy dolgok. Köszönöm szépen, Istenem. Igen. Még ennyi. Egy dolgot a kirakásra hadd mondjak, nagyon jelentős év lesz, ezt onnan lehet látni, hogy 78 lapból húztunk, és abból két nagy árkánum jött ki. Itt a nagy árkánumok, kis árkánumok aránya azt mutatja, hogy nagyon-nagyon jelentős lesz az életedben ez az év, nagyon nagy fordulatot hoz.